Halleluja! Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek az Úr Jézus nevében mindannyiótokat. És kérlek, hogy a legújabb szokásunkhoz híven legalább 2-3 személynek most olyan keresél, akinek ma még nem köszöntél. Keresd meg a teremben, bárhol is van. Köszöntsed, fejezd kifelé a tiszteletedet, a szeretetedet. Nem szokás ez, hanem áldás, hogy itt lehetünk, és egymást köszönthetjük. Jó az Urat dicsérni, és éneket mondani a te nevednek, a felséges. Egy nagyon erőteljes üzenetet kaptunk az Úrtól, bízom abban, hogy mindenki számára áldás lesz, és kérlek, hogy a szívedet nyitottan tartsad, és az Úr, hiszem, hogy meg fog jutalmazni, mert megvan írva az igében, hogy az Úr megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ma nem másért jöttünk, mert keressük az Urat. Rá van szükségünk. Biztos vagyok benne, hogy nincsen olyan szükség, nincsen olyan nehézség, nincsen olyan megoldatlan probléma, amit az Úr természetfeletti módon ne tudna megoldani a te életedben. És nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntelek bárhonnan is jöttetek. Látok új arcokat, kérlek tapsoljátok meg őket. Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatokat. Jó helyen vagy, tudd meg. Mondtad a szomszédodnak, hogy jó helyen van ma délután? Nagyon jó helyen van. Nagyon jó. Az Úr Isten jelenlét a legjobb a hely. Legjobb hely. Legjobb hely. De még mindig úgy érzem, hogy még kell egy kicsit bátorítsalak benneteket. Nem tudok én prédikálni, zavarban vagyok, a szomorúan néztek rám. Úgyhogy még egyszer köszöntsed legalább a melletted levőt, és mondjad, hogy nagyon jó helyen vagy. Az Úr töltse be a te szükségeidet. Áldjon meg téged az Úr. Töltse minden jóval. Isten ereje, gyógyítson meg, ha beteg vagy. Szabadítson meg, ha szomorú vagy. Vigasztaljon meg, áldjon meg, töltsön be. Fantasztikus lehetőség mindig, amikor az Isten jelenlétében vagyunk. Nagyon izgatott vagyok, mert a Szentlélek mindig képes új dolgokra. Képes, hogy csak úgy egy szempillantás alatt megérintsen. Levegye a terheidet, megváltoztasson. Csodálatos királyunk van. Csodálatos lehetőség, hogy az Isten adta az egyházat. És találkozhatunk a menny a földdel. Ez először Jákob ismerte fel, hogy nem, ez nem akármi. Én először csak egy sziklára gondoltam. De ez nem más, mint az Isten háza, menny kapuja. Úgyhogy nagyon jó helyen vagy, nagyon tisztelettel, szeretettel köszöntelek, és hogyha valaki olyan ismerősöt hiányzik, aki úgy gondolod, hogy kéne hallgassa az Isten tiszteletet, én most felszabadítalak kapcsolatban nyugodtan a telefonodat, Skype-on vagy más módon, és nyugodtan továbbítsátok, akinek akarjátok, mert érzem, hogy a Szentlélek egy fontos üzenete van mindenki számára, úgyhogy csak ez azért mondom, hogy ez nem mindig szoktuk engedni, de most én felszabadítalak. Még mielőtt a prédikálásba belekezdenék, egy nagyon fontos hirdetést szeretnék elmondani. A parkoló szolgálatra várnak jelenkezőket, akik autóval jöztök. Tudjátok, hogy azért jó érzés, ha valaki vigyáz az autódra. Persze az Úrra bízunk. Azért nem baj, hogyha még mi is ránézünk. Tudod, jó a béké, vagy hogy van az a puskaporti szálazon kell tartani? Tudjátok, szóval az mindig jó. Úgyhogy Szabó Zsolt úrat kérem, hogyha itt van valahol, akkor jelenkezz, emelje fel a kezét. Kín van? Még kín van, de mindjárt bejön. Majd aki nem ismerné, akkor majd bemutatom nektek. És természetesen férfiakat kérünk, hogy kapcsolódjatok be ebben a szolgálatban, mert sötétek az esték, és fontos, hogy mindenki biztonságban tudja az autóját. Itt még volt egy másik hirdetés is, amit csütörtökön mondtam, hogy lehet, hogy
megváltoztatjuk az időpontját az Isten tiszteletnek, de úgy érzem, hogy ne változtassuk meg, és bocsássatok meg, de megmarad 5 órára, jó? Úgyhogy karácsonyban várunk benneteket délután 5 órára, egy különleges összevetel lesz, a gyermekek és a fiatalok fognak szolgálni, és evangelizációs jellegű lesz az alkalom, tehát kérlek, hogy hívjatok minél több barátot, ismerőst, rövidített összevetel lesz, tehát nem fogjuk agyon untatni a prédikálással, de azért várjuk őket. És még egy kis reklám, megjelent az Új Exodus legújabb száma, ajánlom a figyelmetekbe, rendkívül igényes. Szerintem nem túlzás, azt mondom, egyedülálló kiadvány. Nem azért, mert a hitgyüleket adtak ki, hanem azért, mert nincs más jobb. Tényleg, szerintem a legjobb. Ebben a műfajban angolul van ilyen hasonló, de magyarul ez az egyetlen, amit tudok. És mivel hogy a garancia ide lejár ennek hamar, szeretném bemutatni a 2018-as naptárunkat, úgyhogy ha szeretnél ilyen módon bizonyságot tenni, kiteszed az irodádba, és nagyon hamar meg fogják kérdezni, hogy milyen református naptár. És mondod, hogy ez a, tudod, ez az új református. És már bizonyság tevésre megadódott a lehetőség. Úgyhogy ajánlom a figyelmetőbe feltétlenül. És a legfontosabb, hogy a Bibliátok legyen. Ne hagyjad az ígének az olvasását semmiért. Most pedig olvassuk a Bibliából. Olvassuk az ígéből. Kérlek, hogy nyissuk ki közösen a Bibliánkat. A 2 Mózes 17 részhez, az egész részt szeretném felolvasni, 2 Mózes 17, igen. Egy rendkívüli történetet, is rendkívüli történeteket olvasunk, több történet van egymás után, de kérlek, hogy olvassátok figyelemmel, és nagyon érdekes dolgokra fogtok rájönni, már szerintem a felolvasás alatt is. És elindul az Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütének Refidimbe. De a népnek nem volt vala innivaló vizem. Verseng vala azért a nép Mózessel, és mondák, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És mondta nekik Mózes, miért versegtek én velem? Miért kísértétek az Urat? És szomjózik vala ott a nép a vízre, és zugolódik a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiállta mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés ilyen, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, amelyen a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Én odaállok te előtt be a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jöjj ki abból, hogy igyék a nép, és úgy cselekedik Mózes Izrael vénei szeme láttára. És nevezi annak a helynek a nevét Masszának és Méribáknak, Izrael fiának versengéséért, és mert kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? Eljöve pedig Amálek, és adakozik Izrael ellen Refidimbe. És mondta Mózes Józsuénak, válasz nekünk férfiakat, és menj el, ütközél meg Amálekkel, holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezembe lesz. És úgy cselekedik Józsué, amint mondotta vala neki Mózes. Megütközik Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. És lőn, mikor Mózes felemeli kezét, Izrael győz vala. Mikor pedig leereszti kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezéi elnehezedének követ hozzának, és alája tevék, hogy arra üljön. Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezét egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig. Józsué pedig leveri Amáleket és az ő népét fegyver élivel. És mondta az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetül könyvbe, és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltölöm Amálek emlékezetét az ég alól. És építem Mózes oltát,
és nevezi nevét Jehova Nisszinek, és mondta, megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen, nemzetségről nemzetségre. Amen. Amen. Tisztelettel kérlek, Zsolt, ha lennél olyan kedves, hogy ide jöjjél, mutassalak be a testvéreknek, mert nagyon sokan szeretnének beállni a parkoló szolgálatba, és tudják, hogy kit keresenek. Úgyhogy fáradj, légy szíves, elő, kérlek, tapsoljátok meg Zsoltot. Ő az egyik szolgálat vezetője. Nagyra értékeljük a munkába, Zsolt, Isten áldjon meg. Kérlek, nála jelenkezzetek, ha a biztonság, vagyis és a parkoló szolgálatban, vagy más szolgálatban is akartok, nagyon-nagyon sok hely van. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy ki az a teremben, aki észrevette, hogy micsoda nagy kapcsolat van a két történelem között, amit felolvastunk. Ha észrevettétek, egy rendkívüli sorozatot olvastunk fel. Talán soha nem olvastam ezt így együtt. Mindig külön tárgyaltuk és külön elemeztem a két történetet. Ahogy készültem erre az alkalommal, most jöttem rá egy néhány rendkívül fontos kapcsolódásra, ami a két történetet összekapcsolja. És remélem, hogy a végén majd ti is rájöztök, ha még nem jöttetek rám. De akkor vágjunk bele. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy azt mondja a Biblia, hogy az Úr rendeléséhez képest. Tehát nem magától értek Refidimbe, az Úr akarata és vezetése volt, hogy Izrael Refidimbe kössön ki. Egyetértünk ebben? Refidim azt jelenti, hogy a nyugalom helye. Rendkívül fontos célállomás. 430 év gyötrelmenek van vége. Óriási vágy volt a népben, hogy már egyszer Isten szabadítsa meg őket a faraótól. És ez egy csodálatos ígéret, egy csodálatos ajándék, hogy megtérés után az Úr akarata, hogy mindannyian Refidimbe kössünk ki, az Úrbanak a nyugodalmában. De ez a Refidim, ez nem úgy működött, ahogy Izrael gondolta. És a megtérés sem úgy működik, és az Úrban való nyugodalom sem úgy működik, ahogy mi azt gondoltuk. Ugyanis Refidim az első nagy állomás, ahol meg kellett állni, de még nagyon sok munka, izzadság, fáradtság, keserűség érte, amíg bejutottak a nyugodalomba. Sőt, tudjuk, hogy nem jutottak be, csak ketten. És ez azért nagyon izgalmas üzenet, mert drága testvéreim, az Úr bennünket kihozott Egyiptomból azért, hogy Refidimbe, hogy bevezessen bennünket a mennyei Kanaánba. De az most még csak a Refidimbe vagyunk, és nem garancia az, hogy megtértünk Jézus Krisztushoz, hogy csak úgy bejutunk Kanaánba. Nagyon sok munka, nagyon sok fáradtság, nagyon sok harc, nagyon sok küzdelem van még ezen az úton. Nem elkeserítni szeretnélek, hanem bátorítani, mert ha fel vagyunk kellőképpen készülve, akkor ez nem probléma. Aki megszokta a szaladást, jól hozzá van szokva, aki megfutott a maraton, annak nem probléma busz után szaladni 10-20 métert. Aki életében nem ment többet, csak ki a kocsiból és bemenni a kocsiból, annak 100 méter veszélyes. Nem is olyan rég olvastam, egy politikus is be akart állni, ilyen maratonba akart ő is, hogy gondolták, lefényképezteti magát, 500 méter után összesen meghalt. Szóval csak ennyit. Körülbelül ilyen a szellemi élet is. Ha fel vagy rá készülve, akkor csodálatos. Sőt, élmény. A szaladók azt mondják, hogy olyan boldogság hormonok szabadulnak fel a szaladás közben nekik, még nekem nem, de nekik, mint a csokoládét tennének. Tehát olyan boldogok tőle. Hosszú távon. Hát nagyon sok, nem tudom, hol van az a hosszú táv, de megkeressük, próbáljuk. De aki nem tesz gyakorolt, annak egy horror. Nyomja a cipője. Nem tudom elképzelni, például van, aki 100 kilométert fut. Tudjátok, vannak 100 kilométer távfutók is? 100 kilométert fut. Hát még biciklivel is jó, azért jó paszba kell légy, hogy 100 kilométert legyomjál. És még autóval is egy munka. És ezt jelenti, ha valaki fel van készülve, vagy nincs felkészülve.
És a zsidókhoz írt levél mondja, hogy vigyázzunk mi, mert megvan nekünk az ígéretünk a bemenetre, de nehogy méltatlannak találtassunk. Tehát itt nagyon fontos a felkészülés. Nézzük is meg, hogy is jártak ők Refidimbe. Tehát egyet leszögeztünk, hogy Isten akaratából voltak ott. Így van? És mi történik? Arra ébrednek, hogy nincs vízük. Egy olyan problémával találkoznak, amivel nem találkoztak Egyiptomba. Mondja az igaz, szomjúhoztak. És ez az egyik legkellemetlenebb sok megtérésünk után sokunknak, az hiszem nem csak nekem volt, és nem csak nekem van ilyen, hogy megtérésed után, mikor beléptél a Refidimbe, olyan problémákkal találkoztam, ami a világ életedben nem. Hát hogy lehet ez ember? Ilyen probléma a világikén nem találkoztam. Jártatok így? Van ilyen? Van, aki még így járt? Szeretnének bátorítani valamire? Ne keseredj el. Isten tökéletesen ellenőrzés alatt tartja a dolgokat. Nézzük meg, miért is történt ez. Azt mondja az ige egy másik helyen, hogy én vagyok az, azt mondja az Úr, aki benneteket, hogy is az 5 Mózes 8-ból olvasom, idézem, hogy emlékezzél meg az egész útra, amelyen hordozott téged az Úr, te Istened imád 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson, megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a te szívedben. Vajon megtartod az ő parancsolatát, vagy nem? Az a helyzet, drága testvéreim, barátaim, a szükségek kifordítanak. Kifordítják, hogy mi van ott belül. Amikor minden rendben van, az ember olyan nagy életművész, hogy nem lehet kiismerni, hogy mi van benne, még mi magunkat se tudjuk. De azt mondja az Úr, nem baj, bevezetlek majd egy olyan helyzetben, amire nem számoltam. És akkor ki fog derülni, hogy mi van a szívedben. Egy más fordítás azt mondja, és talán az pontosabb az eredetihez, de ott megemlékezzetek azon a pusztai vándorlásra, amikor 40 évig vezettelek titeket, hogy engedelmességre tanítson, próbára tegyelek titeket, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mi van a ti szívetekben. Vannak olyan nehéz leckék az életben, amit nem tudsz másképp megtanulni, csak nehéz állomásokon. De a Refidim nem azt jelenti, hogy fel vagy mentve tornából. Ma egy ilyen társadalomban élünk, nem tudom, hogy most hogy van az iskolában, mennyi tornaóra van, de az elmúlt években borzasztó, szinte verseny volt, van egy ismerős, hogy igen, figyelj, valami igazolást, hogy ne kelljen tornászni az én drága gyermekemnek. És akkor látjuk, hogy ilyen nagyon veszélyes nemzedék nő fel, aki, hát a mi korunkban mi azt az órát szeretjük a legjobban, nekünk a tornaóra volt a legjobb. Ez azt se bánta volna, mindig tornaóra lett volna. Most pedig azon dolgoznak a szülők, hogy a drága kicsi csemetéjüket nehogy már kivigyék, nehogy már kicsit megmozgassák őket, üldögéljenek a padba, aludjanak, de ne zavarják nagyon. És ez a mentalitás az egyházban is ott van. De szeretném elmondani, hogy az Isten kihoz ebből a mentalitásból. Bevisz Refidimbe, megtértél, dicsőség az Úrnak, számíthatsz arra, hogy az Úr belehelyez olyan helyzetekben, hogy kiderít, először megtanítson alázatra. Hú, alázat, az nem könnyű. Másik, hogy kiderül, hogy mi van a szívünkben, Isten tudja, nem neki volt ez kérdés, de szembesüljünk azzal, hogy a szükségben is hűséges maradjuk az Úrhoz. Akkor is szeretem az Urat, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy tetszett nekem, akkor is kitartok az Úr mellett? Akkor is hűséges vagyok? Igen, Istennek ehhez jogában van. Szeretnék valamit mondani, nem mondok újat, de azért szeretném tudatosítni bennetek is, magamban is. Ő Isten. Mi az ő gyermekei vagyunk. Ő Isten. Neki jogában áll téged és engem behelyezni a próbába. Tudod miért? Mert akkor kezd kijönni, hogy mi van bennünk. Na nézzétek meg, hogy mi történik. Abban a pillanatban Izrael mit csinál?
elkezdi keresni a hibást. Pontosabban meg is találta rögtön. Egyből mindenért ki volt a hibás? Hát Mózes. Na szeretnék valamit most mondani nektek. Ha próbába vagy, nehéz állapotban vagy, ha valamit nem, ha akarod, hogy innen kihozzon az Isten, akkor ne a hibásokat keresd, hanem a megoldást. Nagyon-nagyon sokba került, majd megmutatom nektek, Izraelnek az, hogy ahelyett, hogy keresse az Istent és a megoldást, mert Isten nem hagyta őket cserbe, mert megvan írva, hogy az ő cipőjük el nem kopott, beteg nem lett senki, 40 éven át Isten eltartotta őket tökéletesen, de megpróbálta őket. Nem elhagyott az Isten, hanem megpróbálta. És kérlek téged, hogyha vannak az életben szükségek, miért van a legtöbb vita a családban? Tudod miért? Hol a pénz? Milyen pénz? Legtöbb családban a pénz az egyik legkonfliktusosabb helyzet. Az okoz rengeteg problémát. De ha, és akkor persze olyankor jönnek a hibáztatók, hogy te vagy, te. Általában a férfiaknak van ez a nagy ajándékuk, hogy a feleségüket hibáztatják, hogy milyen sokat költenek, stb. Szeretnék, kedves férfiak, ajánlani nektek valamit. Én is megjártam ezt, bevallom nektek őszintén, tapasztalatból mondom, amit mondok. Az történt, hogy éveken át nem voltam üzletben, bevallom becsületesen. Én elvittem a feleségemet, ő bement, megvártam türelmesen, nekem dolgom van, tudjátok, ilyenkor menj be, és akkor mondom, elköltesz te ennyit. Egyszer úgy adott, hogy én is elmentem az üzletbe, és akkor döbbentem, hogy ilyen, hát ennyit ér ez a pénz? Ennyit kell költeni? Tehát először is vigyázni kell arra, mert ha nem vagy témában, akkor nagyon könnyen hibáztat, de nem old meg semmit. A hibáztatás nem old meg semmit. Nagyon sok pénz, nagyon nagy árat fizetett Izrael azért, mert elkezdte hibáztatni Mózest. Azért hoztál ide, hogy megöljél? És aztán folytatták, nem most, egy későbbi alkalommal, hogy bár haltunk volna meg. Ezt azt mondta az Úr, hogy mondtátok? Na, hogy mondtátok, akkor legyen, hogy itt meg is haltok. Soha ne, a hibáztatás nem megoldás. Lehet, hogy valaki van hibás, biztos van hibás, de nem biztos, hogy az a hibás, akit hibáztatsz. Hát szerintetek Mózes, jogos volt Mózest hibáztatni? Hát nem Mózesnek köszönhették, hogy kijöttek Egyiptomból? Nem Mózesnek köszönhették, hogy a veres tengeren átjöttek? Nem Mózesnek köszönhették a 10 hatalmas csodát? Nem Mózesnek köszönhették az ellátásukat? És korrekt volt azt az embert hibáztatni, vádolni, akin keresztül az Isten a legnagyobb áldást adta a számukra? Nemzeti szinten? De ilyen az ember. Mindig kell neki hibás, és természetesen az nem jut eszébe, hogy lehet, hogy ő is hibázott. Tisztelettel kérlek, refidimbe vagy, akkor ne a hibásokat keresd, hanem a megoldást. Miért vagyok én ebben a helyzetben? Például, ha anyagi problémád van, akkor a következőt javasolom. A férfi vagy, ha nő vagy. Keresétek az Urat. Uram, miért vagyok én ilyen helyzetben? Mit akarsz ebből kihozni? Van, amit akar Isten mondani? Ismertem olyan embert, rendszeres éveken át járt a gyülekezetbe, mikor volt pénze, úgy dicsért az Urat, hogy a plafonon ugrott fel a dicséret alatt. Öröm, boldogság, azt hittem, hogy maga az apostol szállt le. Fizetés előtt elfogyott a pénze. Igen. Mi van? Nincs pénze. Lehetett látni, hogy a hite a pénztárcájában van. Van pénz, halleluja, nincs pénz, nem halleluja. Az ilyen embereket nem tudja Isten hosszú távon bevezetni refidémből Kanaánba. Ott maradnak. Az Istennek az az akarata, hogy téged nagyon megáldjon. Még egyszer mondom, nagyon, de nagyon. De mielőtt megáld, megpróbál. Jógába áll. Mire akarta tanítani? Magyarul úgy mondja, hogy megsanyargassalak a régi fordításban. Az úgy azt mondja, hogy alázatot tanítsalak. Minden kegyelemből kaptunk.
nincs semmink, amit kiérdemelnénk. Nincs semmi, amivel követelőzhetnénk, hanem azt mondjuk, Uram, minden nap egy kegyelem az életből. Hálát adok, hogy eddig is gondoskodtál rólam. Hát mindenemet tőled kaptam, eddig is, az egészségemet, mindenemet. Tudod, javasol, mit mond a Biblia? Hogy minden a szükségeiteket hálaadással vezess be, hogy soha ne kérj Istentől valamit, amíg nem kezdesz el hálát adni. Mert a háládatlan ember imája gyakorlatilag nem lesz ima meghallgatásba. Mert nem bibliai ez ima. Uram, kérlek téged, áldj meg engem! Ámen. És hogyha hiába tette oda Jézus nevét is, elmondom, hogy ez az ima nem helyes. Mert az ige azt mondja, hogy hálaadással. Tehát akkor egy helyes ima úgy kezdődik, hogy mennyi atyám, én hálákat adott neked, hogy eddig eltartottál, ezerszer már átéltem a te kegyelmedet, ennyiszer megáldottál, annyival elláttál, sok mindennek körbevettél, de még van egy gondom, Uram, ezt is old meg. Ez mondja, persze, hogy ne. A hálaadás az egy nagy lecke, az egy szent lecke. Vagy például, ha a házasságon belül van feszke, előfordul a kezdőknek pláné. Akkor nem azzal kell kezdeni, hogy te vagy a hibás, nem mert te vagy a hibás. Még csak az sem, hogy Uram, változtasd meg őt a konyhába, az az, hogy meg imádkozik a fakanál, mert változtasd meg őt a szobába. Ez sem helyes ima, hanem úgy kezdődik, hogy mennyi, hogy én hálát adok, hogy egyáltalán van házastársam. Hát nagy ámen, nem mondtatok erre, ezt látom. Pedig ezzel kell kezdeni. Ne várd meg, hogy majd november 1-én vigyél neki virágot. Az most kezd el. Jó, jó, de akkor van a szülinapja, ha gondolom, vagy valami névnapfélesége. Hát, hogyha te akkor születtél, dicsőség az Úrnak, hogy megszülettél. Neked az életnapja. De akinek van füle hallása, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Tehát mondjuk együtt, nem hibásokat keresünk, hanem az Urat keressük. Miért van, Uram? Szabadíts meg ebből a helyzetből. Nézzétek meg, mi történt. Elkezdtek panaszkodni, és azt a kérdést tették fel, hogy vajon velünk van az Úr, de először is, és nevezi annak a helynek a nevét Masszának. Massza az azt jelenti, hogy a kísértés, a próbatétel helye. Ugyanakkor a kijelentés helye is. Az a helyzet, hogy Refidimben van Massza is, ahol az Úr meg is próbál, és ha próbát kiálljuk, akkor a kijelentést kapjuk meg. És lehet, hogy az életedben most olyan állomásban vagy, hogy hát ez a próba napja, a próbák jönnek egyik a másikra. És nézzétek meg, hogy milyen megrázó esemény van utána. És mondja utána az ige, hogy Massza, és nevezik utána Meribáknak. Figyeltétek? Tudod miért? Mert Meriba, tudod mit jelent? Meriba azt jelenti, hogy viszály, civakodás, perlekedés, elégedetlenség, ellenszegülés. Miről is van itt szó? Amikor az Isten bevezeti az embert a próba helyére, a Masszába, akkor két lehetőséged van. Vagy a kijelentés helye lesz az életedbe, vagy a veszteség és a lázadás helye. Azt mondja a 84. Zsoltár, hogy átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt. És nemrég figyeltem fel arra, hogy ki teszi forrássá a síralom helyét. Én kell arra tegyem. És te kell arra tegyed. Tehát nem magától válik a síralom völgy forrássá. Tehát amikor masszán napján vagy, próba napján vagy, nehéz helyzetben vagy, akkor két variáns van. Vagy forrás lesz,
vagy Meriba, a lázadás, keserűség, csalódás, lázadás nap helye. Óriási jelentősége van a próba napjának. Ezért kérlek téged, hogy válaszd a forrást, a kijelentés helyét. De ki teszi az kijelentés forrás napjává? Én, mondjad. Én. Nem magától válik forrás napjává. Nem önmagától, csak azért, mert szeretem az Urat. Nem azért, mert hiszek az Istenben. Szerintetek hittek izraeliek az Istenben? Nem tehette volna meg az az Isten, aki kihozta őket Egyiptomból hatalmas kézzel, hogy megkímélje őket ettől az állomástól? Hát dehogy is nem. De pontosan azért engedte meg, hogy megtanuld a leckét, és megtanuljuk mi is azt a szent leckét, hogyha síralom völgyébe vagy, a síralmas napon vagy, akkor forrást kell. Tudjad, hogy ott a forrás az életedben. Isten valami fantasztikusat készít. De hogy ebből az lesz, vagy masszá lesz, a lázadás, keserűség helye lesz, ez tőled függ. És az enyém tőlem függ. A fájdalmas az, hogy Izrael úgy döntött, hogy masszá, Mózes el is nevezte, hogy ez Meribá ebből lett, a keserűség helye lett, a fájdalom, a viszály és a veszekedés. Mert mikor hajlamos az ember a vitára és a veszekedésre, amikor hiányok vannak, a próba napján meg kell tanulni normálisnak megmaradni, és a legbölcsebb, ha ilyenkor az ember szürke leukoplásszal beragassza a száját, az órát, a szemét és a fülét is. Férfiak a fülét, a nők a szájukat, és a béke megvan. Nem lehet tovább menni, ha nem tanulunk meg, nem tanuljuk meg kezelni. Ha civakodás lesz belőle, abból nem lesz forrás, hanem csapás lesz. És ami ezután jön, ez még nagyobb a felelősség. Mert azt mondja az ige, hogy elkezdték feltenni, hogy vajon az Úr velünk van? Erre pedig Isten haragudott meg. Mikor civakodás van, amikor próbanap van, természetes ösztönből azt a kérdést teszi fel az ember, minden ember, figyelj, hát hol volt az Isten? Hát hol az Isten angyala? Erre az Úr azt mondja, hogy megharagudt ezért az Úr rájuk, hogy tesztek fel ilyen kérdést? Ha apád és anyád elhagynának is, én akkor sem feledkezek el rólad. A próba nem azt jelenti, hogy elhagytalak. A próba nem azt jelenti, hogy elfeledkedtem rólad. A próba nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mi van, hanem azt jelenti, hogy akkor még közelebb vagyok hozzád. De nekem vizsgáznom kell. Mi a dolgom? A síralom völgyét forrássá tenni. Kijelentéssé, és nem civakodássá. És amíg ezt a leckét nem tanulja meg egy házaspár, nem tanulja meg egy keresztény, addig nincs igazi áttörés az életébe. Az, hogy az első hónapokban feszültségek vannak, az minden házasságban szinte normálisnak nevezhető. De arra kérlek most benneteket az Úr Jézus nevében, szinte felszólítlak, szinte erőltetni szeretnélek benneteket, tanuljunk meg civakodásmentes keresztény életet élni. Ez érvényes a családban, érvényes a testvéri közösségben, érvényes máshol. A civakodás akkora csapást hozott rájuk, amikor hát elképzelni nem tudsz. Ezért olvastam fel a két történetet együtt. Mi jött a civakodás után? Mi jött Meriba után? És eljöve Amálek harcolni Izrael ellen. Azért olvastam el együtt ezt a két történetet, hogy megmutassam nektek, hogy az Amálek, aki a sátánt képviselő, mert ő a tolvaj és a rabló, sokszor mi adjuk a felhatalmazást, hogy bejöjjön a lakásunkban, életünkben,
egyéni vagy közösségi életünkben azzal, hogy szivakodást engedünk meg. És ma a keresztény emberek nagy része teljesen természetesnek vesz, hogy hát az miért, meg kellett mondjam a véleményem, mert igazam volt. Abban a szempontból igazuk volt, hogy nem volt mit igyanak, de nagyon nagy árat fizettek. Azért, hogy vannak hiányok az életünkben, azzal, hogy próbanap van az életünkben, nem jogosít fel arra senkit, hogy civakodjon és veszekedjen. Mert abban a pillanatban, amikor a civakodás és a veszekedésé válik, nem a forrássá alakítja, hanem a veszekedésé azt a napot, tudod, ki fog megjelenni? Amálek. Amálekről pedig az van megírva, azt jelenti Amálek, hogy rabló, tolvaj, nép. Tehát a sátánt és az ő seregét képviseli. Kérdem tőletek, nem tehette volna meg a mindenható Isten? Ott volt, amúgy szeretném mondani nektek, ott volt az Isten tüzes angyala velük. Hát olvassuk, velük volt az angyal. Már ott volt az átkelésnél is ott volt. És egész úton, mikor felhőbe, mikor tűzoszlopba ott volt. Így van? Nem tudta volna ezt az Úr megakadályozni, hogy Amálek ne tudjon nekik ártani? Hát dehogy is nem. Tudod, mivel adtak legitimitást, hol nyitottak ajtót Amáleknek? Elmondom, és ezt úgy hívják, hogy civakodás, veszekedés. És az a célom hozzátok, drága testvéreim, hogy örökre lebeszélek benneteket a civakodás és a veszekedésről. Örökre. Ha igazad van, ha nincs igazad. Mert ahányszor a civakodás és a veszekedésnek ajtó nyílik, már azon nem csak a civakodás fog bejönni, hanem az Amálek. És azért van, hogy sok kereszténynek, én nem állítom, hogy minden problémának ez az oka. Én azt állítom, hogyha egy keresztény a civakodásból nem szabadul meg, akkor Amálek abonamentet vált az életébe. Akkor megy be, amikor akar, és akkor lop, amikor akar. És a mit mondott az Isten Káinnak? Káin, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rá van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Amikor nehéz napod van, akkor igazából az a tentációd, az az indításod van, hogy mondd ki magad, de úgy, hogy mindenkinek utána fájni fog a feje. De ha akkor megtanulsz hallgatni, akkor az Amálek nem tud bejönni a házadba. De ha elkezd, megengeded magadnak, hogy beszóljál egymásnak, a testvérednek, házastársadnak, és a veszekedés és a civodásnak ajtót nyit valaki, utána ne csodálkozz azon, hogy jön az Amálek, és lop, és pusztít, és rombol. Helyre hozhatatlan károk történet, majd megmutatom nektek. Megölt embereket Amálek, úgyhogy ott volt a tűzoszlop. Hát nem tudott a faraó összes serege semmit kárt okozni Izraelnek. Így van? Semmit. Jött az egész seregével, hadseregével. De amikor az úrangyal azt meglátta, olyan féket húzott a szekereknek, hogy ott maradtak. Megszabadult Izrael. De amikor a civakodásra ajtót nyitottak, akkor Amálek, ami sokkal kisebb sereg volt a faraónál, az csak töredéke volt. Emberek haltak meg, és vesztek el, és ha igazából megnézed, Izrael hibázott. Nagyon tanulságos történet. Okozatok vannak. És mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy bezárjuk az ajtót az ellenség előtt. Ne adjunk neki lehetőséget, hogy lopjon és csaljon és pusztítson. Ennek az egyik titka a békesség. Azt mondja a Biblia, hogy a békességnek Istene megrontja a sátánt a te lábad alatt hamar. Mondjuk együtt, a békességnek Istene megrontja a sátánt az én lábam alatt hamar. De a békesség Istenének békesség gyermekeire van szükség. Ha az atyát úgy hívják, hogy békesség Isten, akkor a fiait is békesség gyermekeinek hívják. És hogyha békességes fiú elvesz egy békesség
és lányt, akkor abban milyen házasság lesz? Nagy békesség, dupla békesség. És hogyha mind máig toleráltad magadba, és úgy gondoltad, hogyha igazad van, akkor egy veszekedés belefér, szeretnélek felszorítani, nagy tisztelettel, nem bántani akarlak, de nagyon, nagyon határozottan, hogy hozz egy döntést, hogy te soha többet nem engeded meg a civakodás sem magadnak, tőle, és mindenki csak magának, seperjük csak a magunk házát. Ha úgy kezeljük, mint egy ajtó, tehát nem egy bűnről beszélek, mert a bűnnek a zsoldja a halál, azt tudjuk. Ez egy olyan ajtó, amin maga a sátán be tud jönni. És ez a nagy probléma. Hogy ajtót nyit a rablásnak, ajtót nyit a bajoknak. És az ördögnek nagyon kicsi idő kell, a tolvaj általában rövid idő van, tartózkodik. Amit beimádkozol, úgy mondjuk egy hónapon át magadba, úgy az Úr jelenlétébe, egy veszekedéssel totálisan lenullázza az embert. És megint kezdheti előről. Megint imádkozik. És ha minden hónapban egy veszekedés van egy családban, elmondom neked, biztosítva van a magas helyben járás, magas térdemeléssel. Előrehaladás nem lehet. Mert mindennapos vendégük a tolvaj. Sokkal messzebb lehet jutni. És kérdezt érzem a levegőben, de ezt hogy lehet megcsinálni? Hát ha ismernéd az én férjemet, ha ismerném a feleségedet. Nekem elég, ha egyet ismerek. Elmondom a titkát? Egy megfeszített ember, egy másik megfeszített ember is megvan oldva. Szenvedjétek el egymás szeretetben. Nagy szenvedés néha. És lehet, hogy van akinek nagyon-nagyon nagy szenvedés. De vállald be. Mert így születtünk mi, hogy Jézus Krisztus bevállalta ezt a nagyon nagy szenvedést. Édesanyánk bevállalta egy másik szenvedést, hogy megszülethessünk. Akkor mi miért ne vállalnánk be egy-egy szenvedést azért, hogy békesség legyen a családban? Nem raktad oda a cipődet, ahol kellett volna? Lehet. Van, aki úgy szereti az okni, egyik az okni az ágyban legyen, a másik a fürdőszobában, a harmadik az ágy alatt, a negyedik nem tudom hol. Úgy hagyod mindig a villanyt, akkor jön a kedv, hogy hányszor mondjam. Elmondom, nem kell mondani, menj, hozd le, és kész. Megszokod, nem van nehéz, csinálsz ennyi lépést, lekapcsolod, ahol megy a társad, égve hagyta a villanyt, te mindig oltod. Százszor megtérül, mint hogy a civakodás és a veszekedés számára ajtót nyissunk az ördögnek. Más helyen a fogpasztó csinál meg ugyanezt. Egyik szeret itt bögyörgetni, mint én is, valamikor bögyörgettem. Másik bemegy, megfogja úgy középről, hogy fele kimegy. Elmondom, mi a titok. Vegyél kettőt. Egyiket használ a feleséget, másikat te. Te bögyörgessed unalmadba, másik szorít, és kész. Mit kell bonyolítani? Drága testvéreim, a békesség az egy természetfeletti kincs. Az nem egy luxus. Az a keresztény élet része. Vagy megtanulunk keresztény életmódot élni, és akkor keresztény áldásokban élünk. De nem lehet testi kereszténységet élni, hogy a civakodás és a veszekedés veti fel a helyet, és közben akarom, hogy az Ábrahám áldása szálljon ránk. Hát most gondoljatok bele, Ábrahám áldása, oké. De Ábrahám áldása, az kérlek szépen azért azt is írja a Biblia, hogy Sárát 90 éves korában dugdosták. Hát melyik 90 éves madámot kell dugdosni ma, kérlek szépen? Hogy nehogy elrabolják. Hát még az első villanyfáig elhiszem, hogy elrabolják, de mikor meglátják, ott hagyják. Miért? Azért, mert nem ette az agyát egész nap Ábrahám. Hogy Sára, nem jól tetted a villákat. Hogy ezt úgy kell csinálni? Hát 90 évet meg se érte volna Sára. Egy nagy vonalú volt. Pedig rendes nő volt. Hát látod, amikor eljött az Úr, meglátogatta, beszélgettek, Ábrahám,
angyalok, a nagy parobólák nyitva, Éva hallgatózik, majd kiesett. Mondja, Éva, te nevettél, ő nem, menj el, na. Nem így értetted. De igen, nevet, ő nem nevetett, kezdve röhögött. Kicsit ilyen hazudósabb volt. Hát ott csak nem jött össze neki, próbálta ő is. Nem. És nézd meg, nem azt látod, hogy utána elmentek az angyalok, osztályfőnök úr asszony, szégyent hoztál a tekintélyemre, hogy boldog volt. Amilyen a feleséged, olyan férj vagy. Boldog a feleséged, boldog, akkor azt jelenti, hogy Ábrahám fajta vagy. Ha gyötöd a feleségedet, akkor azt jelenti, ne csodálkozz, hogy az Ábrahám áldása nem jön rád. Nincs mit csinálni. Ön megvan írva, hogy úgy szeresse a férje a feleséget, mint Krisztus az egyházat. Úgyhogy belehalt. Az Isten feltámaszt, jó, hanem annyi neked. Ne akarj ábrahámi áldást testi életvitelle, mert nem lehet. Ábrahámi áldáshoz ábrahámi hit kell, és ábrahámi életforma. Szent élet, civakodásmentes, veszekedésmentes. Persze, nem mindig könnyű hallgatni. De az, hogy igazunk van, az nem jogosít fel arra, hogy szivakodjunk. Mindenkinek mindig igazunk van. Hát mi mindig tudjuk, hogy igazunk van. És az, hogy mindenkinek mindenki tudja, hogy mindenki mindenkinek tudja, hogy mindenkinek igaza van. És ez a probléma. Csak ha szivakodás bekerül, akkor az ajtó tágra nyílt. És nem kell kétszer hívni a rablót, ő azonnal ott van. Nem véletlenül. Még el se tudtak mozdulni. A civakodásnak még nem volt vége. Már ott volt az Amálek. Azért olvastam fel együtt ezt a két ígét. Hogy lássátok, hogy nem engedhetjük meg magunknak a civakodást. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a masszából Meribah legyen. Miért? Mert a Meriba, azonnal ott van az Amálek. És nagyon veszélyes volt ez a rabló nép. Tudjuk a Bibliában, hogy kiket támadott, el is olvasom nektek egy ígét. Megemlékezzél azért Amálekről, mit cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek, hogy Reát támadt az úton, és megverte a sereg utolsó részét, mind az erőtereneket, akik hátul voltak, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félt az Istent. Fáradt, lankadt, erőtleneket. Ezt az állapotot használja ki az ördög. Ezért nem engedhetjük meg magunknak. Ne tedd ki magad az Amáleknek, hanem engedd, hogy a Szent Szellem betöltsön. Igazad van, azért hallgass. Nincs igazad, azért hallgass. Nem azt jelenti, remélem nem értetek félre, hogy nem kell megbeszélni a problémákat. Dehogy is nem kell. De azokat meg lehet keresztény módra, hogy én ezt így látom, ne haragudjál. Én úgy látom. És amikor egyértelműen jutunk, majd tovább megyünk. Amiben nincsen egyértelmű, akkor állni kell, várni kell, imádkozni kell, tűrni kell, szeretni kell. Nem ráerőltetni egyik akaratát a másikra. A békességnek nagyon, az útját meg kell tanulni. Nagyon nagy ára van. Óriási kincs. Ne felejtsétek el. Azt mondja a Biblia, az Úr angyalainak parancsolt felőled, hogy tábort járnak az őt félő körül. Olvastátok ezt a Bibliából? Hallottál el ilyenről? Na de ennek a feltétele, tudod mi? Hogy békesség legyen. Amikor a civakodás beköszöntött egy házba, veszi a kalapját az angyal, azt mondja, amikor befejezzetek, majd szóljatok, én elhúztam. Nem tudott maradni, mert hát lecsapna. Ezért fontos, hogy az angyal jól érezze magát. Az angyalok jól érezzék magát a lakásból. Ezért tegyél fel zenét nekik, hogy hallgassák a zenét, amíg ott szolgálnak. Te horkolsz, ő meg ül az ágyadnál. Nem. A veszekedésben nagy azt gondoljátok, hogy ott vannak. Abban a helyben tovább állnak. Vigyázz, mondja a példabeszédekbe, hogy mit beszélsz a te száddal, hogy az te angyal meg ne szomorodjon, és ellened ne forduljon. Meggyőztelek? Hányatokat győztem meg, hogy a civakodás nem járható út? És igen, veszélyes út. Nagyon veszélyes, very veszélyes.
Nagyon gyorsan megmutatnám nektek, hogy miért jön az ördög, hogy ellopjon. Ezt is fontos, hogy tudjad, mert az ördög intelligens lény. Ő a kincseket szereti. Nem a semmit lopja el. Tudod, mi a legnagyobb kincsed? Az ige, amit az Úr a szívedbe helyezett. Máté 13:19 azt mondja, ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, ami annak a szívébe vettetett vala. Nem tudom, hányan figyeltétek meg, hogy Isten tiszteletek után, de néha előtte is, rendszeresen meg van támadva az ember, hogy elveszítse azt a magot, amit kaptál. Miért? Mert az íge beléd megy, például. Hogy hallgatod az ígét, és szól hozzád az Úr, hogy igen, ez neked szólt. Áldott leszek. Új kijelentést kap. Lesz házam. Lesz új autóm. Lesz ez. Szentlélek így adja az áldást. Magvonkon keresztül. Ezt nem tudjuk magunkba bepréselni, vagy erre vigyázni kell. De amikor vita vagy veszekedés van, abba, vagy valami történik, abban a pillanatban jön az ördög, hogy elkapja. És a kikap, de a hitet az Úrtól, hát hogy van hitünk? Mi nem azért vagyunk keresztények, mert úgy születtünk csak, hanem azért, mert hallottuk az Úr igéjét, és bejött az igé a szívünkbe. De abban a pillanatban, amikor az igét kilopja az ördög valakinek a szívéből, akkor a hitet lopta ki. Nincs az a bizalmas, erős hite. Meginok. A legerősebb ember is meginok. Mert nem mi vagyunk az erősek, hanem az ige tesz bennünket erősekké. De a másik nagyon nagy kincset a hited után, tudod mi? Az örömed. Olyan nagy kincs az öröm. Szent Szellem öröme. Hogy újra és újra meg tud vigasztalni. És újra meg szükségünk van, hogy megvigasztaljon. És minden megtesz. A civakodás első jele, hogy az örömed csup. Elszállt, mint a köd nyáron. De megéri, hogy megőrizzük. Kain nagyon felelőtlen dumát mondott. Azt mondta Istennek, hogy hát én őrizője vagyok az én atyám fiának. És én szeretném a felelősségeteket fokozni még, hogy felelős vagy azokért a kincsekért, amit az Isten neked adott. Felelős vagy a magvakért, amiket kaptál. Felelős vagy a hitedért. Felelős vagy az örömödért. Felelős vagy a házastársadért. Felelős vagy a gyermekeidért. Felelős vagy az anyagi életedért. Felelős vagy a békességért. Felelősek vagyunk, testvérek, egymásért. Nem mondhatjuk, hogy nem érdekel. Ez a kaini, kemény, kegyetlen hozzáállás volt. Igen, felelős vagyok, tudom, de az Úr segítségével vigyázni fogok. Felelős vagy a testvéredért. Fordulj a testvéred felé, és mondnak, hogy én felelős vagyok, érted? Hogy vagy? Az Úr áldjon meg téged. Örülök, hogy itt vagy. Örülök neked, hogy vagy? Örülök, hogy itt vagy. Az Úr áldjon meg, töltsön be, szóljon hozzá, nagy érték vagy. Felelősek vagyunk egymásért. Azt mondja az ige a Jelenések könyvében, hogy az a nagy panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Miért marad el egy embernek a szeretete? Vagy miért veszíti el? Ellopja az ördög. És hány keresztényt lehet látni, aki nagy keresztény, az ígét úgy tudja, hat alaptanítás, derekpénztől, 23, Kenethégentől, 150 Ruftibortól, mindenkinek mindent tud. Egy dolog hiányzik belőle, az első szeretet. Kopogó farizeus, de olyan, hogy a gátot enni megáll, jégé fagyna a víz is tőle. Az első szeretet nélkül semmit nem ér a keresztény életünk, semmit. Ne enged, hogy ellopják tőled. Az a szeretet, amikor meg akartad téríteni az egész világot. Amikor belefért a szívedbe mindenki. Amikor a legfontosabb, mert azt mondja Korintus 13, hogy bármit tehetek, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És amikor a szeretet sugárzik az emberből, amikor a testvérére néz, áldjon meg az Úr, mi szerint a zsidók, minél tovább, minél távolabb. Bejössz. Hol ül az a testvér? Ott, na, akkor én odaülök. Hát ez nem az első szeretet, barátom. Már úgy ellopták tőled,
És azt mondja az ég, ha meg nem tész, kimozdítom a gyertyatartodat a helyéből. Tudjátok, hogy más lefordítva magyarul mit jelent? Azt mondta az Úr, hogy kinyírlak. Ennyi. A gyertyatartó azt jelenti, hogy a földi életednek annyi volt. Nem kell elképzelni, ne képzelődjünk. A keresztény élet az nem babra megy. Van egy felelősségünk, Jézus megmosott, megváltott, és elvárja, hogy keresztény életet éljünk. Ha szeretet nincs bennünk, az nem kereszténység. Az, hogy írunk egy a Facebookon egy igét, az karácsonyra, ahogy az angyalok is mondták, egy smile-ot is hozzá beteszünk. Az angyalkák menjenek hozzád, még Jézuskáznak is némelyek hozzá. Ez nem kereszténység, öregem. Azt mondja a Biblia, hogy a kereszténység lényege a szeretet. Mert nincs olyan, hogy valaki keresztény, és nincs benne szeretet. Valakiből ellopták a szeretetet, ellopták a hitét, ellopták a kereszténységét. Az lehet attól jó prédikálni, lehet, hogy nagyon jól tud énekelni, pláne a fürdőszobában. Lehet, hogy nagyon jól rendezi a dolgokat, de ez Istent nem hagyja meg. Azt mondja, figyelj ide, ha meg nem térsz, kinyírlak. De ne engedd, hogy ellopják a szeretetet. Ha már úgy gondolsz egy testvére, például hadd tegyek fel egy kérdést, amikor találkozol egy olyan helyzettel, hogy mondják, hogy hallottad XY drinki. Pipázik. Mit mondasz róla? Szegény. Nem akarok idézni. Jézus mit mondott, amikor a bűnös asszonyt hozzáhozták? Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez a mi dolgunk. Ja, ezt csináltad, azt csináltad. Te eredj el, és többé ne vétkezz. Imádkozz érte. Szomszédod olyan, amilyennek nem kéne, imádkozz érte. Ne ítélgessed, szeretet nem ezt teszi. Testvérednek meglátod a szárkát a szemébe. Borzasztó, borzasztó, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan. Már sérvet kapnak, annyi hibát felsorolt. Mondtam már ezeknek, jöjjenek ők is, hogy ülők elején normális is köztük, mert ezek szerint mindenkit nálunk, szerintük nem normális. Csak egy baj van, drága testvérem, ezekből a szeretet köszönő viszonyban sincs. Kiment, mint a lélek a halottakból, ott a jedi temetőből. Ezekben már nincsen. Rég elment belőlük. Hűlt helyük. Mikor megtértél, gondolkozz bele, milyen szeretet költözött beléd a megtérésedkor. Egy célod volt, megtérítek minden embert, akit bírok. Így volt? Na, hol van ez a szeretet, drága testvérem? Mikor hallottál utoljára erről? Vagy már kiöregedtél belőle? Ha élni akarsz, gyorsan térél meg, mondja az ige. Ilyen komolyan veszi az Úr. Az nem elpárolgott, mert a szeretet nem fogy el. A szeretet ellopták. Őrizd meg, testvérekre nem úgy kell nézni, nem az ellenséget, anyósot, feleséget, mindenért te vagy a hibás. Ki? És ezekből lesznek a szivakodások. Két dolog miatt van az összes veszekedés. Ki a hibás, és kinek van igaza. Ha ezt megoldjuk, akkor nincs vita. Azt mondom, hogy bocsánatot kérek, én is hibáztam. Elharagudj. Sokat, nagyon nehéz dolgokat mondok? Kicsoda hallgathatja ezeket? De szeretek benneteket, és úgy meg akarom nektek mondani az igazat és az őszintét. Nem csalhatjuk be magunkat. A világ sóvárogva várja az Isten fiai megjelenését. Ha meglátják rajtad, hogy ragyogsz a szeretettől és a szerelemtől, mikor a feleségeddel beszélsz, mindjárt mondják, ki ez az ember, még mindig udvarol neked? Hát a szerelmem. Hát de ti nem vagytok házasok, de! És még tart! Nem, most kezdődött!
itt kezdődik el az új, itt kezdődik el a végtelen. Hogy van tovább? Szabad az élet, és szabad az élet. Ha van nagy szeretet, nincs kicsi vitatkozás. Se, semmi. Ezért szoktam mondani, amikor fiatalok jönnek, hogy megismerkednek, és akkor van, szoktam rákérdezni, és akkor vitatkozni, és ha igen, mi sokat szivakodunk, mit csináltok, mondom. Hát akkor tudom, nagyon nagy baj van veletek. Hát te nagyon szeretsz valakit, ha anyád, apád, az összes haver nem tud ráverni, hogy veszekedj vele. Ő a világ legszebb, legjobb, leghibátlanabb, legcsodálatosabb teremtménye az Isten által teremtett földön. És még igazából nem is szereted, mert a szerelem az nem szereted. Csak hasonlít hozzá. Kínai kici. Az csak az. A szeretet maga Istenből van. A szeretet az Krisztusban van. A szeretet a Szent Szellem által természet feletti emberré tesz. A tekinteted más, a kisugárzásod más. Mondtam nektek, ha eljöttetek volna, csütörtökön megmondtam volna, hogy angyal vagy, érted? Angyal! Most csütörtökön több nem lesz alkalom egészen január. Hányadikán lesz? 11. Január 11-éig nem lesz csütörtökön alkalom. Hagyjuk, hogy a férfiak tudjanak segíteni, kellően legyen idejük segíteni a nőknek. Azért. Nem azért, hogy vitatkozzatok otthon, hanem hogy segítsetek. Elmondom, mibe kell segíteni egy asszonynak, és nagyon boldog lesz. Kiviszed a szemetet? Én ritkán szoktam kivinni, mert megelőz a feleségem, én kivinném, de mindig kiviszi. De tényleg kivinném én csak. Mire megyek, már mindig ki van víve. Szerencsében van. Hát mire eset, hogy vigyed ki még egyszer? Nem lehet, nem beszélhet szeretetről, ha azt nem fejezed ki. És meg kell kérdezni, drágám, mit óhajtasz? Menjünk-e vásárolni? Most jöttünk haza, de azért... De láttad, mekkora sor van? Igen. Én most akar menni. Dugod, nem érdekli őt. Beteszed a telefonodba dicséreteket, vagy egy 6 órás prédikációt, és elmész, leülsz oda a parkolóba, elmondod a megvallásokat, elolvasod Mózes 5 könyvét, és egy nagyon boldog emberrel fogsz találkozni utána. Nem szivakodva, hol voltál idáig? Hol a pénz? Milyen pénz? Nincs az a pénz, ami megéri, hogy szivakodj érte. Nincs az a pénz, ami megéri, hogy a sátánnak ajtót nyis érte. Nincsen az a igazad, az az igazságod, ami megérje, hogy ajtót nyis a szivakodásnak, az Amáleknek. De... Nem akarok csak itt leragadni, mert az üzenet igazából most kezdődik, ezt csak bevezetőnek szántam, de ma rövid leszek, megígérem. Vagy rövidebb leszek, inkább úgy mondom. Csodálatos stratégiát kap Mózes, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kijönni. Érdekel? Mert a Mózes egy Istennek hatalmas profétája, megkapja a kijelentést, hogy lehet az Amálektől megszabadulni, hogy lehet a civakodástól megszabadulni, és hogy lehet ebből a helyzetből kijönni. 9. vers azt mondja, és mondta Mózes Józsuénak, válasz nekünk férfiakat, és menj el az ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezemben lesz. Ámen. Először is egy dolgot szeretnék most kiemelni indításról. Hogy meg kell ütközni az Amálekkel. Állj ellene az Amáleknek.
ellenségként kezeld az Amáleket. Az Úr Jézus nevében neked van lehetőséged 100%-osan győzni az ördög feled. Azt mondja a Biblia, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, dicsőség az Úrnak. Van esélyed a győzelemre, és van lehetőséged a győzelemre. De nézzük meg, hogy kezdődik. Először is egy rendkívüli munkamegosztást szeretnék megmutatni. És ez a nagy, egyik nagy titka. Két nagy titka van a sátán erejével való konfliktusban a győzelemnek. Két nagy titka van. Az első az, hogy mindenki álljon a helyére. És akkor azt mondja Józsuénak, Józsuém, válasz férfiakat, én felmegyek a hegyre imádkozni. És, és mit olvasunk utána? Felment Mózes, és magával vette Húrt és Áron, de ezt Józsuénak nem mondta meg. Ez is egy érdekes dolog. Négy pozíció van. Mózes, Áron és Húr, Józsué és a férfiak. Nagyon győzni akarsz az Amálek fölött? Akkor először is fel kell ismerned a helyedet az egyházban, a családban, a társadalomban, ott, ahol feszültségek vannak, először a saját helyünket kell elfoglaljuk. Nincs győzelem, ha nincs saját helyünk. Azt mondja a Gedeonnál az Úr, amikor ott a midianitákkal csapnak össze, amikor mindenki a saját helyén volt, és befújtak a kürtőbe, akkor az Isten természet feletti módon megszabadította őket. Isten természet feletti támogatása addig nincs, míg a saját helyünket nem foglaljuk el. Nem én találtam ki ezt a rendszert, ezt Isten találta ki. És maga az Isten mondta, Mózes, a következő dolog, neked a helyed fenn a hegyen. Áronos úr segítsenek. Mózes, Józsué pedig menjen le, és válasszon embereket a harctérre. És a gyülekezetben is mindenkinek van egy saját helye. És sok vita és veszekedés és feszültség, és azért tud bejönni sokszor a támadni a gyülekezeten belül is az ördög, mert a helyekért megy a tolongás. Sőt, én azzal is találkoztam, hogy vannak keresztények, akik megkívánják egyik vagy másiknak a helyét. Milyen jó annak, hogy én ott kéne legyek a színpadon. Hát ez a színpad, amennyi fejtörést okozott nekem, nem okozott az egész gyülekezet összesen annyi problémát, mint az, hogy ki van fenn a színpadon, és ki nincsen a színpadon. Tudom, hogy legtöbben mosolyogtok, hogy ez normális. Szerintem egy nagy félreértés van. Isten mielőtt elhívott téged, megteremtett és megtervezett. Ha nem azon a helyen vagy, ahova az Isten tervezett, jaj neked! Két dolgot hadd mutassak. Emlékeztek Uzzára? Nem kapott felhatalmazást arra, hogy korrigálja a fridládát. Pedig ott volt a házukban. Tehát ő azért sok éven, hónapon át látta. Elmozdult, mindegy jóraval ember helyre rakta, és belehalt. Miért? Mert csak a papoknak volt szabad megfogni. Ha az Isten papnak hívott el, akkor pap legyél. Ha az Isten papnénak hívott el, akkor papné legyél. Ha szolgálónak hívott el, akkor szolgáló legyél. Ha harcosnak hívott el, akkor te ne akar Józsué lenni. Milyen az? Mózestől ez szép volt, hogy engem nem hívott fel a hegyre. Áron kellett. Miriammal ott a négracsa elval, ott engem bosszantott, őszt viszi fel, engemet nem visz fel. És ilyen és ehhez hasonló hülyeségekkel éveket lehet veszíteni. Konkrétan nem akarok nagyon belemenni, mert többen magatokra ismernétek, és azt mondjátok, hogy kiprédikálok utána. De emberek, ez nem cirkusz, hogy mindenki keres magának egy helyet. Hogy én elképzelem, hogy én ott a helyem. Ezt Mózes elmondta, Józsué, ezt csinálod, és ezt csinálod. És Józsuénak tudjátok, mi volt a nagy titka? Úgy csinálta.
Ennyi. Hát ne arra, hogy főnök, nem lehet, hogy cseréljünk. Én szerintem jobban tudnék imádkozni, mint húr. Én nem fogom engedni a kezedet. Tényleg ott leszek. Küldj, akit akarsz. Hát te jobban értesz a harchoz, mint én. Hány harcot vezettél végig? Most nem lehetne? Drága testvéreim, ezt nem én találtam ki a Bibliát. Fogadd el, hogy az egyházon belüli szolgálatok, hát az úgy van, hogy van egy vezető, akit Isten kinevez. Ha Isten nevezte ki a vezetődet, fogadd el úgy, mint Mózest. Ha nem Isten nevezte ki szerinted a vezetődet, akkor fussal ebben a gyülekezetben, de úgy, hogy az ajtót utánad ne is csuk be, hogy más is tudjon elfutni. Olyan gyülekezetben nem szabad járni, ha nem bízol a vezetődbe. Nézd, ez Mózes nem bízol, most találta ki, ez nem kell oda járni. Elkeres, nem jön a fotballmeccsre, akárhova járjon az ember, mert jobban jár. De ha elhiszed, hogy az Isten rendelt a vezetődet, akkor csináld pont úgy, ahogy mondta, és pont. Jó. Mózes, de én is imádkoztam. Szentlélek szólt hozzám. Álmodtam valamit. Nagy közönség hallgatta. Halleluja! Aztán felébredt. Lehet álma az embernek. Én például azt álmodtam, képzeljétek, hogy nem voltam már pásztor nálatok. Azt álmodtam, hogy nem én voltam a pásztor. De jártam ebbe a gyűlibe, de nem én voltam a pásztor. Nem gondoltam magamban, hogy az úrtól van, nem az úrtól. De ilyen álom. Van ilyen álom. De azért eljöttem gyűlibe, ma látjátok. Értitek, amit akarok mondani? Nem vezethet az álom. Van egy rendszer. Azt mondja a Biblia. Minden férfiúnak van feje. Úgy hívják, hogy Krisztus. Engem nem parancsol senki. Akkor te sárkány vagy. Az a hétfői sárkány. Az a férfi, akinek a feje nem Krisztus, az nem keresztény. De utána úgy folytatja, de az asszonynak a feje a férje. Állítom, kimondani ember. Pedig ez is a Biblia, emberek. Áldás csak akkor van, és győzelem az Amálek fölött, ha mindannyian elfoglaljuk az Istentől kijelölt helyünket az egyházban is, és a családban is. Ha az Isten fejnek hívott el, akkor húzd ki magad, és viselkedj úgy, mint egy fej. Nagyon nehéz helyzetben vannak azok a hölgyek, akinek a férje alszik. Tudjátok, hogy Isten Ádámot elaltatta? Mondjátok meg nekem, mennyi ideig aludt Ádám? Egy perc? Egy óra? Egy nap? Egy év? 10 év? Én egyet tudok, mikor ébredt fel. Hogy amikor felébredt, akkor azt mondta a feleségéről Évvel, hogy ez az én enyém. Ez én csontom, én húsom. Ez az enyém. Ő és mi egy vagyunk. Na a probléma az, amikor egy férfi 20 évig alszik. És azután se ébred fel. Mert amíg a feleségedre te úgy nézel, mint anyósod kedves leányára, akkor még horkolsz. Ő te vagy. Te ő vagy. Azt mondja Jézus, nem kettő, hanem uno. Nem kettő, hanem egy. Amen. És ahogy nem szoktad magad pofozni a tükör előtt, mert nem áll jól. Ugyanúgy nem mondhatsz rá negatív dolgokat, mert azt magadnak csinálod. Ha ideges vagy, nem úgy van, most megverem a jobb lábamat. Én úgy elverem, kérlek szépen, úgy felidegeskedtem. Hazamegyek, én olyan nyomok egyet a jobb lábamra, nem van sajnál, én úgy megadom neki. Én úgy megmondom, ez a tyúkszemes lábamat, én úgy... Azonnal hívnák a mentőt, hogy szegény, ezzel nagy baj van. Addig, amíg te a társadat úgy szídod, mint egy külső szemét, azt jelenti, hogy még alszol, még Ádám abban az álló állapotban. Mutasd meg, Uram! Mikor felébredt, tudta, egy, ő, én, egy. Ha magadat
szereted, akkor azt őt szereted. Ha őt szereted, magadat szereted. Ez a Korintus elejű megerősítés. Onnan lehet látni, hogy egy férfi mikor ébred fel, hogy a feleségével úgy bánik, mint magával. Pont. Mint magával. Pont. Mint magával. Amíg nem úgy viselkedik, addig alszik. Szerintem nagyon sokan alusznak. A társadalomnak nagy része alszik. Te ilyen vagy. Olyan vagy. Hát magadba beszélsz, vigyázz. Hát a te vagy ő, veszélyes dolog magadba beszélni. Anyád tudja? Óriási jelentősége van ennek a felismerésnek. Kettő, nem kettő, hanem egy. Mondjuk hangosan, nem kettő, hanem egy. Nem kettő, hanem egy. De miért beszélek én most erről? Amálekről akartam, na mindegy, valahogy elkanyarodtam. De mindenkinek el kell foglalja a helyét ahhoz, hogy az Amálek engedjen, mert az Amálek legitim módon támadta, felhatalmazással támadta meg Izraelt. Izrael megsértette a védelem törvényét, van védelem törvény, van olyan például, azt mondja a Biblia, azt mondtad te, hogy az Úr az én erősségem, és az Úr, választottad a te hajlékod, de nem illett téged a veszedelem. És a csapás nem közelget a sátorodhoz. Miért? Mert a védelemnek a törvényének eleget teszel. Ha egy ember elkezd civakodni, akkor megtörje a védelem törvényét, és akkor a támadó joggal jön. Ugyanilyen például a meg nem bocsátás. Ha valaki szívből nem bocsát még, mint Krisztus, megsérti a védelem törvényét, nem védelmet kap Istentől, hanem felhatalmazza a pusztítót, a rágalmazót, hogy bemenjen és gyötörje, éjjel gyötörje, nappal nem hagyja aludni, éjjel nem hagyja nyugodni nappal. Máté 18 utolsó versei. Ahhoz, hogy az Úr védelme működjön rajtunk, ez rendkívül fontos, hogy, ne, hogy a saját helyünkön legyünk. Mert akkor működik a védelem rajtunk. És ne kívánt soha, azt mondja a Biblia, fele barátodnak, semmiért. Például a szolgálatát. Igen, megint, az milyen jó, az ott énekel. Nem olyan nagy probléma. Mennyi egy mikrofon? 100 lej az Ocska piacon már veszel egyet. Hazamész. Be a konyhába, vagy fürdőszobába, zuhanzás alatt ereszed mikrofonba. Sztereóba vágja, duettet vágja, hogy menjen. A hülyeség, ennél nagyobb hülyeséget nem tudok elképzelni. Tudjátok, hogy a dicséret milyen szolgálat? Csak azért mondom, hogy egy kicsit ijesztegesselek. Dávid, amikor elkezdte a dicséret szolgálatát, tudjátok, hogy mit kapott helyette? Dárdát. Miért nem halt meg Dávid? Azért, mert a védelemnek a törvényét betöltötte. Ő a helyén volt. Nem mondta, hogy hát Samukám, látom, hogy te már meg vagy félig bolondulva. Gondoltam, egyet énekelek neked, nyugodjon a lelked. De nem így volt. Hanem az Istennek először Saul felkérte, ő pedig Isten vezetéséből ott volt, és betöltött a szolgálatát. Nem élte volna túl, hogyha nem, hanem az Isten akar védelme, természet feletti védelme alatt van. Minden nap szükségünk van az Isten természet feletti védelmére. De csak akkor működik ez az Amálek ellen, hogyha a saját helyünket felismerjük, betöltsük, és tiszteletbe tartjuk a gyülekezetben, és a családban, és a társadalomban. Mondja az ige. Dávid mondja, ó Isten, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Látjátok? Mi a megszabadulásnak a feltétele? Hogy helyreálljunk. Ez őszintén át kell gondolnod, ha Amálek bejár az életedbe, hogy vajon biztos, hogy a helyeden vagy? Nem biztos.
Én például, amikor megtértem, én azt hittem, hogy én csodálatos, gyógyító, evangélista apostol vagyok. Én komolyan, nekem senki nem mondta, hogy ez nem. Én azt hittem, hogy az leszek, például. Szerintem nem én voltam az egyedül, aki ilyen nagyot gondoltam magamról. Bocsássa meg az Úr. De attól nem lettem az, hogy én magamról ezt gondoltam. Hogy? És közben dehogy. A másik, amit szeretnék még mondani, a gyülekezetei szolgálatban fokozatosságok vannak, és időszakok vannak. Például vegyük újra Dávidot. Dávidnak 10 pozíciója van a Bibliában, amit betölt. Szolgálata. 10. Legalább. De lehet, hogy több is van. 10-et találtam hirtelenjében. 1. A juhok mellett. Teljesen nyugodt volt. Nem úgy volt. Érzem a kenetet. Mikor leszek már király? Farkas, félre ide, nyártok félre, mert én elhívásom. Ő nem így volt, nem volt megbolondulva. Teljesen normális volt. Hülyeskedett. Jött a farkas, kinyírta, jött a medve, azt is kinyírta, az oroszlán szeme volt, azt is kinyírta, azért volt benne kakaó. De betöltötte. Utána felkenetével, és utána mi lett a szolgálata? Küldött lett. Az édesapja felpakolta, és azt mondja, menj el a harctérre, és vigyél élelmet, stb. Nem azt mondta, hát atyám, elnézést, hát mikor fel kellett kenni, sehol nem voltam, küldd ezeket, ne, a nagy okosokat. Igen, elment. És betöltötte nagy kitűnő példával. Utána mit csinált? Egy nagy harcos lett, megharcolt a Góliáttal. Az volt az idejének egy szakasza. Utána megválasztották zenésznek. Ő volt a dicséretvezető Saul házában. Nem tudjuk pont mennyit tartott, de valószínűleg tartott, 1-2 évig tarthatott. Akkor azután pedig hadsereg parancsnok volt. Ez is tartott egy időt. Azután, és meg már mindig a királyi kenettel volt, fel volt kenve. A király, és neki fog gitározni. Nem mondta, hogy mikor dög lesz már meg. Hogy lennék én a király. Ha nem ezt énekelte, halál a fejedre. Nem dicsért az urad? A gonosz szellemek elmentek tőle. Nem így türelmetlen akkor, hogyha a szolgálatod most a te általad belső meggyőződéstől nagyon távol áll az a szolgálatod, amit te most betöltesz. Az egyáltalán nem probléma. Hát Mózesnek a szívében ott volt, hogy egy nagy elhívás kihozza Izraelt Egyiptomból. Erre, mert 75 éves, fújta furójáját, és legeltette nyáját. Sivatagba, jó forró volt minden. Híre hangva nem volt, köze nem volt annak ahhoz, hogy ő ki lesz, mi lesz. Azt hittem, hogy már végleg elfeledette. Tudod meddig? Tüzes csipke bokorig. Egyszer leszállt az Isten tüze, minden megváltozott a szempillantásba. Miért? Mikor Isten ellátta, na most eljött az idő, megváltozott a dolog. Vannak korszakok minden ember életében. Azután hány éven át, több mint 10 évig Dávid üldözött volt. Üldözött, írd be, ha lejegyzetedet magadnak. Szolgálat, üldözött. A legtöbben, uram, könyv fel, jó, királynak, oké, okay. Apostolnak, oké, okay. De tedd be oda, üldözött is leszel. Hát megmondta Jézus, hogy az én nevemért üldözni fognak. Hallottátok ti ezt a Bibliába valahol? Nem a Koránból idézem, ezt a Bibliába olvastam. Üldözni fognak. És akkor, uram, hogy beszélnek rólam? Hát üldözni fognak, nem mondták? Csak mi csodálkozunk, az Úr mosolyog. Hát nem megmondtam. Mi szoktunk csodálkozni a tanítványok, hogy megmondta az Úr, hogy fel fog támadni, és ezek nem tudták. Nekünk hány dolgot mondott az Úr, és mi nem tudjuk. Például azt, hogy üldözni fognak. Hol? A gyülibe. Az én nevemért. Sokan nem vettek meg, még örüljünk.
kivetnek. Ez van megírva a Bibliába, emberek. Ez pont a Bibliában van. Akarsz nagy szolgálatot? Azt is tedd be, hogy üldöznek. Ahután felkenték, kis királyá. Mi Júdán volt király. Azután lett nagyobb király. És most sem akárki. Tudjátok, most a mennybe is király ruhában van. Mert az Úr vissza fog jönni, és őt, mint király fogja, Jeruzsálemben ő lesz az egyik vezető királya. De most az Úr, tudod, mit csinál? Felépíti Dávid leomlott sátorát. És tudjátok, hogy a Mesiás milyen nevet vett fel? Felvette azt a nevet, hogy Dávid fia. Csodálatos. De azért, ha észrevettétek, azért volt egy-két döccenő azért eddig. Nem úgy ment, hogy felkente Sámuel, és lett belőle Dávid fia, Hozsánna Dávid fiának, Hozsánna Dávidka, Hozsánna Dávidka. Hanem még volt egy olyan 25 év, ami kegyetlen volt. De azért Józsefnek se volt sokkal könnyebb, maradjunk abban. És ott is ott van az, hogy üldözött. Szolga. Rabszolga. Elárult. Kiadott. Becsapott. Félrevezetett. Miniszterelnök. Király. De nem, és ezek mind ilyen időszakok. Tehát a szolgálatban ne csodálkozz azon, hogy nem egyből van. Van egy elhívás, a dicsőség az Úrnak. Én nagyon örülök, ha érzed az elhívásodat. De ne csodálkozz, hogy ez nem egyből van. Például az ige, nézzük meg hogyan tudom? Egy nagy kérdés. Sok embernek az a probléma a gyülekezetben, azért nem érzi jól magát, mert nem tudja a helyét. Jó, de mit csináljak én? A gyülekezetben már dicséretet elfoglalták, pásztor megvan, meg nem haladik, nem tudjuk, mit csináljunk. Még nem elég öreg arra, hogy mi helyet kapjunk. Mit csináljak? És sok embernek ez egy nagy frusztráció. Pedig ez nem így működik. A te helyedet senki soha nem tudja pótolni. Te senkit nem tudsz helyettesíteni. Én se. Nem kell senkinek meghalni ahhoz, hogy te a helyet kapjál. Pont neked, Isten, van egy helyed ebbe a gyülekezetbe például. Nézzük meg gyorsan, hogyan lehet megtalálni. Én két, lehet, hogy három ige is van erre, ami nagyon erre van, de én most kettőt szeretnék felolvasni. Máté 25-23 a következőt mondja. Mondta neki az ő ura, jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömére. Az első dolog, amit én a szolgálattal kapcsolatban látok, hogy a helyünkre kerüljünk, az az, hogy kevés, tehát kis típusú szolgálatban legyünk hűségesek. Például kerestetik parkolós szolgálat. Ez a kevesen hű. Nincs szolgálatod, jelenkezz, akarok parkolós tenni. Magyarországon voltam, egy nagyon meglepett egyik alkalommal, egy nemzetközi találkozó volt, minden országban, ahol hídgyülekezete van, nem magyarországi volt, az összes vezetőt találkoztunk. Hála Istennek van Németország, Dél-Ukrajna, Szerbia, sok ország volt. És az egészet egy ügyvéd vezette, a kedves, egy komoly képzett ügyvéd úr. Eddig a háromnaposon megyek fel, parkolóba tudjátok kifogadott? Ez az ügyvéd úr. Parkolószolgálatot vállalt. Hát mondom, ez érte a dolgát, barát. Alázatos ember, csak ennyi. Ne szégyelj munkát vállalni a gyülekezetbe. Az nem úgy van, hogy hát én szeretnél, azt mondja, a kevesen hű, a kevesen. Keres egy olyan szolgálatot, de addig ott ülj abban a szolgálatban, míg lelőnek. És azután is szolgálod az urat, csak egy golyóval esetleg az oloddal, de akkor se hagyod ottan. Hát nem, figyelj, de nem tisztelnek, érted? Nem tisztelnek. Hát nem csinálok, nem becsülnek. Hát nagyon megbecsültek, itt elvetted a jutalmadat, itt áfidezzen a mennybe, mész, mondják, te sajnáljuk, elvette, ez is elvette. Csóron a mennybe, ott leégve állsz, mint az etelaka. Itt vagyok, uram. Hát aztán beengedjük, de itt nem gyűjtöttél semmit. Hát ott annyit pálmát összeszedtél,
itt megdicsért, ez itt megdicsért, az itt értekelt, az itt nyalt neked, az, a másik, az, nem maradtál semmivel. Nem dicsérnek meg itt, nem méltatnak itt, egy dolog biztos, a mennyben megmarad a jutalmad. Hát ne azért szolgáljuk az Urat, hogy itt nyerjünk dicséreteket, hogy pálmáznak nekünk, hűtik a levegőt a fülünk mellett, vagy nem. Vagy az Úrért csináljuk, vagy akkor. Úgyhogy akarsz nagy szolgálatot betölteni a gyülekezetbe? Kezd egy kicsit, ott mindig van hely. Én nem találkozom, még olyan nem emlékeztem, hogy ne lenne a hely. És utána mit mond az ígre? Többre bízlak. Sokra bízlak azután. Egy másik titka a szolgálatban való beállásnak, a Lukács 16-ban olvassuk ezt, ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Vannak olyan, először el kell kezdeni más szolgálatát építeni. Például ilyen volt Elizeus. Elizeus egy vállalkozó volt, 12 fogat ökörrel szántott. Azért gondol, de 12 fogat ökér mai pénzben, Jani, mennyi? Hol vagy János? Mennyi? 12 fogat ökör, körülbelül. Hát te mindig tudod, számokat te kitaláltad volna, ha elfelejtették volna. Körülbelül egy ökör mennyi? Legalább 1000 euró. Az gyenge, az gebe, ezek nem voltak gebek, ezek jók voltak. Mert áldozni való volt bármelyik. Plusz eke volt hozzá, és plusz földje volt, nem a szomszédjátnál. Egy nagyon gazdag vállalkozónak nevezhetjük. És tudod, mit választott? Elment, hogy öntsön vizet a proféta kezére. Nem azt mondta, figyelj ide, én egy vállalkozó vagyok, tudod. Itt nekem szolgáim vannak, szólok majd valamelyiknek, hogy öntsön a kezedbe vizet. Soha nem lett vele ebből a proféta. Nem vett a mobiltelefonját. Figyelj, itt van ez az Ili, tudod, kéne neki egy kicsit intézkedjetek, segítsetek neki. Hanem ő szolgált. Ha látsz olyan embert, akit Isten melletted használ az evangélizálásba, kérdezd meg, nem mehetnék veled az utcára? Hallom, hogy olyan jól ment a szolgálat. Gratulálni szeretnék, kimutatok többen az utcán tegnap és ma is. Az Úr áldja meg, és továbbra is szeretnék mindenkit buzdítani. Egy ilyen szolgálat elindult. Bondor Lászlónál jelenkezetek az utcára, ki lehet menni, és ki kell menni minél több embernek szolgálni. Vasárnap délután, szombat délután, amikor a szívetek indítja. László segít ebben, kiigazít. Van egy jó csapat, aki ezt már csinálja. Nagyon fontos. Szerintem miért kell hagyni, hogy bizonyos emberek ottan táblával a kezőben lökjék a szekeret? Hát mi nem tudjuk hirdetni Jézus Krisztus ugyanúgy. Ők nem szégyelik lökni a tolókocsit. Akkor mi mennyivel inkább ne szégyeljük Jézus Krisztus megvallani. Kezdjél más szolgálatát építeni. És utána azt mondja, mikor hülyek vagyunk a másén, megkapjuk a miénket. Nem tudjuk, hogy hány évet, én nem emlékszek pontosan, hogy a Biblia jelzi-e, de valaki tudja, akkor szóljon, hogy hány évig szolgált. De gyakorlatilag hosszú időn át, az biztos. De mi lett a következménye? Dupla kenettel fejezte be az életét, mint Illés. Miért? Mert felismerte, hogy a szolgálat egy olyan csatorna, amivel nem csak a kenet jött rá, hanem a szolgálatnak az ajándéka is. Szolgáló lett belőle. Ámen? Az ige azt mondja, az Új Szövetségben egy pár szolgálatot felolvasok, talán magadat találsz. Róma 12. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár indő az intésben, akár adakozó a szelítségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Gondolom, hogy mindenkinek tiszta, de azért írásmagyarázás van olyan, hogy szolgáló. Szolgálat. Tehát az ajtóban szolgál. A másik a gyermekeknél szolgál. Rengeteg szolgálat van. Talán 40 valamennyi van. Amit. És nincsen tolongás sehol. Van olyan, hogy tanító. Van olyan, hogy intő. Van olyan, hogy adakozó. Például az is egy jó szolgálat. Előjáró.
Nagyon-nagyon sokan haragusznak az előjáró szolgál. Miért nem ő is ott van? Ha az Úr neked adta, légy nyugodt, ott leszel. De van olyan, hogy könyörülő például. Ez az, amikor valakinek olyan szíve van, hogy úgy meg tud indulni egy ember baján, hogy az egyedülálló, az a hatalmas empátia, amit az Isten beleadott. Ámen. Második dolog, amit mondtam, hogy meg tudjuk, ahhoz, hogy harcolni tudjunk az Amálekkel szemben, az első az, hogy találjuk meg és foglaljuk el a saját helyünket. Mert mindaddig, míg valakinek a helyén vagyunk, nem tudunk, nem jön Isten munkája. És tudjátok, nem lehetett harcolni. Addig nem indult meg a csata, nem lehet győzni, nem volt győzelem, addig még nincs pontos helyen foglalva. Második dolog pedig, amit látunk, pedig az imádkozás. Nem, erről csütörtökön kicsit többet beszéltem, de szeretném elmondani, az imádkozás az döntő. Azt mondja az ígé, amikor felemelte a kezét, Izrael győzvalott. Amikor leengedte, akkor Amálek győzött. Tehát én nem állítom, hogy minden problémádért na, tudom a választ, de egyet tudok biztosan, hogyha leengeded a kezedet, Amálek fog győzni az életedbe. Ha az ima élet el van hanyagolva egy ember életében, biztos, hogy kudarcok fognak jönni. Ezért azt úgy tedd be az életedbe, mint az ételt. Ha nem tudsz enni reggel, semmi probléma, az nem olyan világvége, be fogod pótolni, biztos. De az imát nem tudod bepótolni. Mert azt mondja az ige, hogy Amálek győz vala, emberek halnak meg, amikor mi nem imádkozunk, testvérek. Rendkívül fontos. Tudjátok, hogy van a Bibliában egy olyan történet, amikor megtanítja Isten imádkozni az egyik profétát, Jónás. Ne jár Jónásnak a Biblia iskolájában. Van olyan Biblia iskola, amíg mindenki megtanul imádkozni, de ezt jobb, ha kikerülöd. Most hoz egy döntést, és végérvényesen hoz egy változást az életedben. Az imának szánt időd, amit az Isten az imának szánt az életedből szánt oda. 10%-ot, ha vesszük, hogy mindennünknek a tizede az Úré, akkor azt jelenti, hogy az időnek is a tizede az Úré. Körülbelül hozzávetőlegesen. Egy héten át számolt ki, vagy 10 napon belül, azt jelenti, hogy egy nap csak az Úré. És még minden nap még imádkozom. Nem hiszem, hogy ezeket ki lehet kerülni. Amikor lement a keze, elfáradt az imádkozásban, fárasztó az ima, igaz, de veszélyes. Akarsz legyőzelmet az Amálek fölött? Akkor ez csak a helyünkön és ima élettel megúsz. Amen. És úgy fejeződik be a történet, hogy József pedig leverte Amáleket. Dicsőség az Úrnak. Az Úr, a dicséretet közben kérem, hogy jöjjön fel. A győzelem az mindig következmény. Mindenkinek kell, az előzményeket viszont be kell tölteni. És ez azt foglaljuk el a helyünket, a civakodásnál be kell fejezni, és az ima életed. Ha van sok ima, nincs civakodás. Nincs ima, van sok civakodás. Kérlek benneteket, álljatok fel. Remélem, hogy mindannyiunk számára hasznos üzeneteket hallottunk. Hasznos volt? Szólt üzenet hozzánk? Akkor kérlek, hogy mondjuk közösen. Mennyi, atyám? Hálát adok neked, hogy engem is kihoztál az Egyiptom földjéről. És a nyugodalomat akarsz engem is vezetni. Köszönöm az életem Refidim állomását. Köszönöm a gyülekezetet. Uram, bocsánatot kérek, hogy amikor próbák voltak, nehéz napok, a hibásokat kerestem, és a civakodásnak helyt adtam. De én a mai napon megítélem magamban civakodást, veszekedést, viszályt, perlekedést, ellenszegülést családomban, gyülekezetbe, teljes szívemből kidobálom ezeket, és kérlek téged, Uram,
Adj bölcsességet. Szenteld meg az én számat. Szenteld meg az életemet. Ne meriba jöjjön az életemben. Ne a civakodás jöjjön, hanem forrássá teszem a síralom völgyét. Áldássá teszem. Jézus nevében. Bocsáss meg, Uram, hogy megengedtem az Amáleknek. Megengedtem a sátánnak. Olyan sokszor, hogy bejön a családomba. Bejön az életünkbe. Uram, én ebből szívből megtérek. Békétlenség, vitatkozás, veszekedés, kidoblak az életemből, kidoblak a családomból. Én hálát adok neked, Uram, a házastársamért, ígérem neked, Uram, megbecsülöm, szeretem, ő az enyém, én az övé, és nem fogom bántani. Nem fogom megengedni, hogy Amálek bejön az életembe. Jézus nevében. Uram, köszönöm azt a helyet, amit a családban nekem rendeltél. És én azt elfogadom. És elfoglalom. Köszönöm azt a helyet, amit az egyházban nekem rendeltél. Elfogadom. És elfoglalom. Kész vagyok szolgálni. Szolgálok, Uram. Jézus hatalmas nevében. Azzal az ajándékkal, amit kaptam tőled. Köszönöm, Uram, hogy neked is harcod van Amálekkel. A te oldalon harcoló ember lehetek. Te adj nekem győzelmet. A Jézus hatalmas nevében. A Szent Szellem ereje által. Ámen! Dicsérjük az Urat!